Szinte naponta derültek ki újabb részletek a hazai baloldal külföldi kampányfinanszírozásáról 2023-ban. Az ügyel kapcsolatban több elemző is úgy fogalmazott, hogy az ellenzéki pártok elárulták Magyarországot. Szakértők szerint a kormány elleni támadások idén még intenzívebben folytatódhatnak az európai parlamenti választások miatt. Ebben a témában is kérdezi mai első vendégét Gábor. Köszönjük szépen Erdei Rezső Krisztián, a Nézőpont intézetelemzője a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát ugye most már naptár szerint két évet kell visszanézni, hogy ez már egy 22-es finanszírozási ügy, amely a baloldalhoz köthető, és valóban így van, ahogy Csaba is említette, hogy hát egyre többet tudunk róla, de még mindig vannak fontos kérdések, amelyeket meg kellene válaszolnunk. Emeljünk ki ezek közül néhányat, hogy mi az, amit mindenképpen tudnunk kellene, erről a külföldi kampányfinanszírozás témaköréről? Hát ugye egyrészt mindenképp tudnunk kellene, hogy egészen pontosan adták a pénzt. Mert azért ez a mai napig nem teljesen világos. Ez abból is látszik egyébként, hogy a, az ellenzéki politikusoknak, az ellenzéki megmondó embereknek folyamatosan megvolt a, a maguk magyarázata arra, hogy ezek valójában, <coughs> ezek valójában mikroadományok, ezek valójában innen és onnan érkeztek. A, tudjuk a közvetítőket, tehát ismerik a közvetítőket, a, ugye megvannak azok a, az amerikai egyébként demokratákhoz közel álló szervezetek, amelyeken keresztül érkeztek a pénzek, és erős gyanunk van arra, hogy, hogy, kik voltak az eredeti feladók, de azért nagyon sok minden kérdéses még a tekintetben, hogy honnan érkezett a pénz, és mit kértek cserébe. Ez a másik nagyon fontos kérdés. Ez az, ami egy, egy hipotetikus kérdés, és nem biztos, hogy valaha választ fogunk rá kapni, hiszen a pénzt, amire adták, arra végül is nem került sor, hiszen nem történt kormányváltás Magyarországon, de nyilván az egy érdekes kérdés lett volna, hogy mi az, amit kérnek cserébe, hogyha és amennyiben megtörténik ez a, a, a Ugye nagyságrendben ez több milliárdos összeg, 4 milliárd körül tehető, ha mindent össze tudunk számolni, de hát a hiányzó részletek vagy a hiányzó válaszok miatt nehéz ez pontosan meghatározni, de nagyságrendben erről beszélünk? Nagyságrendben igen, itt forintban számolva milliárdokról beszélünk, és nagyon érdekes kérdés, hogy ezek ugye több egyrészt az Egyesült Államokból, másrészt a Svájcon keresztül is érkeztek ilyen összegek. És én egyébként nem vagyok benne teljesen biztos, hogy már ismerünk minden részletet a tekintetben, hogy pontosan mekkora összegekről volt szó, hiszen azért itt a kampányfinanszírozási botrány kiderülése vagy kirobbanása után hetekkel, hónapokkal is kerültek még elő olyan átutalások, olyan összegek, olyan számlák, amikről azelőtt nem tudtunk. Tehát először azt gondoltuk, hogy ez egy helyről érkezett. Utána kiderült, mint egy közvetítőn keresztül érkezett. Utána kiderült, hogy minimum két közvetítőn keresztül érkezett, ugye ebből az egyik amerikai, a másik pedig nem. De hogy azért nem lennék teljesen meglepve, hogyha ha újabb és újabb részletek derülnének ki még erről az esetről. Ennek a felhasználási területe cél szerint mármint a küldő célja szerint az lett volna, hogy a magyar belpolitika változzon meg, a magyar belpolitika irányítói legyenek azok, akik kapták ezt a pénzt. Ahogy ön is mondta, ez nem valósult meg, hiszen az országgyűlési választáson leszerepeltek ezek a pártok. Na de a választás napja után is érkeztek, folyósítottak támogatásokat. Ezt ugye egyrészt az egykori miniszterelnök jelölt is elismerte meg, hát aztán most már azóta bizonyítékokat is látunk erre vonatkozóan. Feltételezhetjük, hogy ez a fajta kapcsolat, ez tehát akár még a mai napig aktív lehet a, az említett baloldali pártok, és a küldő között. Azért azt ne felejtsük el, hogy valóban 2022-ben volt egy országgyűlési választás, de hogy 2024-ben meg lesz egy EP választás, és lesz egy önkormányzati választás. És azért azt lássuk tisztán, hogy ha és amennyiben valaki befolyásolni akarja a magyar belpolitikát, már pedig akarja, akkor ez nem valószínű, hogy egy egyszeri alkalomra szól, hiszen a Parlamenti választásokon keresztül nyilván lehet befolyásolni egy adott országnak a belpolitikáját. De azért az is egy nagyon fontos tényező, hogy kik vezetik a helyhatóságokat, illetve az adott országnak hány képviselője, illetve milyen összetételű képviselője van az Európai Parlamentben. Tehát, hogy választjuk a kérdésére, abszolút nem tartom kizártnak, hogy ez a kapcsolat a mai napig megvan. Nyilván, biztosat jelen pillanatban erre nem tudunk mondani, de azt gondolom, hogy talán még derülhetnek, vagy kerülhetnek fényre részletek a tekintetben, hogy megvan-e még ez a finanszírozás, és hogyha igen, akkor a soron következő választások kapcsán az LP-választások és az önkormányzati választások. Talán egy picit fontosabbnak érzem az LP-választásokat ebből a szempontból. Oda is érkezhetnek-e még hasonló küldemények, hasonló összegek. Már csak azért is érzem fontosabbnak az európai parlamenti választást, mert ugye az önkormányzati választások azok alapvetően szimbolikusak sok tekintetben. Nyilván, ha mondjuk egy főváros főpolgármesterét nézzük, az talán túl van a szimbolikán, de azért európai parlamenti képviselőkkel mégiscsak az európai politikát, az európai belpolitikát, hogyha úgy tetszik, lehet befolyásolni, és azért azt se felejtsük el, hogy az egyik legnagyobb nyomásgyakorló szerv, amelyik Magyarországra, a magyar kormányra igyekszik nyomást gyakorolni, az éppen az európai parlament. És hogyha valaki megpróbálja az Európa, a magyar belpolitikát megváltoztatni, neki érdeke, hogy Magyarországnak az európai parlamenti képviselői is olyanok közül kerüljenek ki, akik a neki megfelelő agendát képviselik. Tiszta a logika, amit levezetett. Nézzük meg, hogy a következő időszakban, hogy durván hat hónap van hátra a választásig, hogy egy napon tartják az önkormányzat, a helyhatósági és az európai parlamenti választásokat Magyarországon. Ez nagyjából hat hónap. Most jön majd a jelöltállítás, a kampány, stb. stb. Hogy hat ez a helyzet a magyar belpolitikára, és vegyük bele a várhatóan legjobban szereplő párt támogatottságát is, tehát a Fidesz szavazó táborára akár hogy hathat ez a helyzet, a külföldi kampányfinanszírozás kérdése. Ugye ezt alapvetően látni kell, hogy ha nagyon lecsupaszítjuk a dolgokat, akkor a külföldi kampányfinanszírozás az voltaképpen egy szuverenitási kérdés. És hogyha a szuverenitási kérdés mentén vizsgáljuk meg a helyzetet, akkor két táborra lehet osztani alapvetően. A, a kérdést, vagy a kérdésben a, a, a válaszolókat. Ugye az egyik, ők alapvetően a kormánypártnak a, a táborát adják, akik azt mondják, hogy külföldi kampányfinanszírozás az sérti Magyarország szuverenitását, és éppen ezért ők még inkább elkötelezettek lesznek, én azt gondolom, a tekintetben, hogy fel kell lépni ez ellen, és olyan akár önkormányzati, akár európai parlamenti képviselőket kell delegálni a megfelelő testületekbe, akik fellépnek az adott, az adott ország szuverenitása ellen. Na most, hogyha megnézzük az ellenzéket, akkor az ellenzéket megint érdemes két részre osztani, mert az ellenzéken belül ott van egy demokratikus koalíció, ott van Gyurcsány Ferenc pártja, akik bevallottan az Európai Egyesült Államokra törekszenek, tehát nem gondolom azt, hogy nekik a külföldi kampányfinanszírozás az akkora problémát okozna. És ugye van az ellenzéknek a többi része, amelyik pedig igazából igyekszik magát minél távolabb tartani a, ettől a, a témától, de te jól látszik az, hogy a 22-es kampányban például azért nagyon sok esetben, ha tudtak róla, hanem mégiscsak jutott a, azokra a kampányeseményekre, ahol az ő jelöltjeik szerepeltek, az ő jelöltjeik is szerepeltek. Van egy fontos változás viszont az elmúlt időszakhoz képest, a várható időszakot tekintve, hogy február elejétől elkezd működni a Szuverenitásvédelmi Hatóság. Ez megnehezítheti a külföldi kampánypénzek felhasználását, vagy legalábbis a, a nyilvánosság erejével egy nagyobb reflektorfényt tud bocsájtani erre a, erre a területre. Mire számít ön a hatóság? működése utáni időszakban. Megnehezítheti, és én magam alapvetően azt gondolom, hogy ez a hatóság ez kifejezetten jó szolgálatot tehet a szuverenitás védelem kapcsán, de azért azt látni kell, hogy ha és amennyiben 2022-ben, de akár 2024-ben is valakik megpróbálják befolyásolni a magyar belpolitikák, ők ezt nem fogják feladni. Tehát ahogy 2022-ben találtak egy kis kaput a finanszírozási törvényen, úgy azt gondolom, hogy törekedni fognak arra, hogy 2024-ben, 25-ben, 26-ban, azért ne felejtsük el, 26-ban újra országgyűlési választás, folyamatosan ilyen jellegű kiskapukat keressenek és találjanak, és ezért is fontos a szuverenitás védelmi hatóság, mert azt gondolom, hogy ők is fogják, meg fogják találni, és javaslatokat fognak tenni ezeknek a kiskapuknak a bezárására. Erdei Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője volt a vendégünk. Köszönöm. Köszönöm.